Az önkormányzat rendkívüli ülésének kezdetén Korondik Lára képviselői esküdtett, mivel Nyiri Tibor szerencsi tankerületi igazgatói pozíciót tölti be, kormánytisztviselői státusza pedig összeférhetetlen a képviselői feladatok ellátásával, ezért le kellett mondani a mandátumáról. Az eskütétel után Koncz Ferenc virágcsokorral köszöntötte Korondik Lárát, majd örömét fejezte ki, hogy egy nő is segíti a testület munkáját. A polgármester ismertette, hogy Korondi Klára hosszú éveken keresztül dolgozott már képviselőként, azonban ez a munka az elkövetkezendő időszakban nem lesz annyira egyszerű, mint korábban volt. Ezt követően a képviselők döntöttek a Zempléni Múzeum fenntartásának az átvételéről. Király Judit szóbeli kiegészítésként hozzátette, hogy a múzeum tagintézménye a cukorgyár üzemtörténeti kiállítása és nemzetközi cukorgyűjteménye lesz, hiszen így több lesz a pályázati lehetőség. A jogi és ügyrendi bizottság elnöke kiemelte, hogy a bizottság alaposan megtárgyalta a múzeum önkormányzati fenntartását, melyet egyhangulag támogatott. Gál András szólt arról, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben lévő önkormányzat nem tudott volna 14 millió forintos fenntartói terhet venni a nyakába, azonban az állam 15 millió forintos összeget biztosít a múzeumnak, ezért támogatják a működtetést. Konc Ferenc többek között arról is szólt, hogy a minisztériumi megbeszélésen elismerték a Zempléni Múzeum dolgozók munkáját a kisebb létszám ellenére kiválóan teljesítenek a dolgozók. Ezt követően Barva Attila az aljegyzői munkakör betöltéséről szólva kiemelte, hogy 2013 január 1 a polgármester nevezi ki a jegyzőt, akinek a javaslatára az aljegyzőt. A pályázat benyújtási határideje január 7-e, az aljegyzői munkakört január 15-től tölthető be. A pályázat benyújtási határideje január 7-e, az aljegyzői munkakört január 15-től tölthető be. A testület egyhangulag támogatta az aljegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázatot. Ezután a képviselők döntöttek a szerencsi oktatási intézmények jövőbeni működtetéséről. Cakóni Szikszai Orsója -e ismertette, hogy Szerencsváros önkormányzata szeptember 27-én döntött arról, hogy a tulajdonában lévő oktatási intézmények működtetését pénzügyi fedezet hiányában nem tudja vállalni. A tárcaközi bizottság javaslata alapján Szerencsváros önkormányzatának 2013. január 1-től 2015. augusztus 31-ig havonta 14 millió 339 forintos hozzájárulás kell fizetnie az államnak. Emelte ki a Városgazdasági Csoport vezetője. Cakóni Sziksa Jorsolya szólt arról, hogy ezt a terhet az önkormányzat nem tudja vállalni, ezért úgy döntött, hogy továbbra is működteti a helyi oktatási intézményeket. Gál András kiemelte, hogy a közösen felépített helyi oktatás intézményrendszert kár lett volna átadni az államnak, majd hozzátette, hogy a felmerülő problémákat házon belül tudják rendezni. Bobkó Géza szólt arról, hogy érzelmi kötődések alapján maradjanak a város működtetésében az iskolák, hiszen az állami irányítás alá kerülnének, akkor sem származna semmilyen pénzügyi megtakarítása a városnak. Egeli Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a 300 millió forintos szállítói tartozás mellett nem érzelmi kérdés az, hogy kiműködtesse a helyi oktatási intézményeket. A képviselő szerint be kell látni azt, hogy 2013. január 1-től ezzel az intézményrendszerrel nem lehet nullás költségvetést tervezni. Gál András bejelentette, hogy a Szerencsi Bocska István gimnázium igazgatója és vezetősége gondolkodik azon, hogy egyházi iskolaként működjön tovább, melyhez az egyeztető tárgyalások már megkezdődtek az EGRI főegyház megyével. Bobkó Géza felhívta a figyelmet arra is, hogy az állam az iparűzési adó 25%-át vonja el, valamint a gépjármű adónak 2013-tól csak a 40%-a maradt helyben, a korábbi 100%-hoz képest. Ezek a bevételek nagyon hiányozni fognak a város költségvetéséből, így kevesebb jut majd fejlesztésre. Konc Ferenc arról szólt, hogy a többi hitellel rendelkező településhez képest kiemelkedik, hiszen a város megkezdte a hiteltörlesztést. A polgármester kiemelte, hogy a város vezetősége egy lépéssel a folyamatok előtt jár, mert ha a Rákóczi és Bójai iskolát nem választották volna szét, akkor az idén nem tudják átadni az egyháznak a bójait. Konc hangsúlyozta, hogy a legnagyobb eredmény az, hogy túlélték az elmúlt kettő esztendőt, illetve tovább tudták működtetni az intézményrendszert. A képviselőtestület egyhangulag támogatta az oktatási intézmények önkormányzati működtetését. A képviselőtestület módosította a folyószámla és munkabérhitel lejárati idejét. Cakóni Sziksa Jorsolya szólt arról, hogy a folyószámla hitel lejárata december 21-e, a munkabér hitelkeret december 20-án járna le, aminek a teljesítését 2013. június 30-ára meghosszabbították. A folyószámla és munkabér hitel módosítását a testület egyhangulag támogatta.